Akár 1 millió embernek is otthonról kell dolgozni a téli időszakban az energiaválság miatt, így számol a Magyar Távmunkaszövetség elnöke. Forgás Tamás szerint a cégek így spórolnának a fűtési költségen. A HR szakértő ugyanakkor emlékeztet, a vállalatoknak lehetőségük van a minimálbér 10%-áig adómentesen támogatni a dolgozók otthoni fűtés számláját. Üres irodaépületben üres íróasztalok. Ezek a képek jellemezték a pandémia idején a munkavilágát, ugyanis a cégek jelentős része az otthoni munkavégzés mellett tette le a voksát. Nagy váltást jelentett ez a vállalatok életében, mivel a Covid előtt a munkavállalók csupán 3%-a dolgozott otthonról. Így a piac is átalakult. Nagyon sok vállalat racionalizálta az iroda felhasználását. Van olyan vállalat, aki a teljes iroda területének akár a 2/3-át is visszaadta. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint azóta egyre több olyan álláshirdetés jelenik meg, ahol otthoni munkavégzést is ajánlanak a dolgozóknak, hogy vonzóbbá tegyék azt. Kisebb irodának kisebb a fűtési költsége. És mostantól még egy oka is van a cégvezetőknek, hogy a home office-t szorgalmazzák. A vállalatok ugyanis piaci áron fűtik az irodákat. A Magyar Távmunkaszövetség elnöke szerint ezért a 2 millió szellemi foglalkoztatott fele ismét home office-ba kerülhet. A 2 millió fele azért mindenképp esélyes, akkor 1 millióról beszélünk, tehát mi így gondoljuk, hogy ezek a számok lehetővé tesznek egy minimum egy covidos növekedést, tehát a jelenlegi dupláját az mindenképp, de még ezen felül is várható akár egy szélesebb merítés. A HR szakértő ugyanakkor emlékeztet, a vállalatoknak lehetőségük van a minimálbér 10%-áig, azaz idén havi 20 000 forinttal adómentesen támogatni a dolgozók otthoni rezsiszámláját. Ugye a vészhelyzeti rendeletek sorában egy meghosszabbított eljárással még idei év végéig egészen biztos, hogy lehet adómentesen támogatni a munkavállalókat ebben a témában. A gyakorlat azonban sok cég életében más. Az adminisztratív terhek helyett mi azt gondoljuk, hogy egyébként ezt bértámogatásban fogjuk jövő évtől a kollégáink számára biztosítani. A kiberbiztonsággal is foglalkozó cég ügyvezetője emellett kiemelte, hogy az otthoni környezetben már nem feltétlenül védi az az infrastruktúra a számítógépet, mint az irodákban, így home office esetén erre külön odafigyelnek, és másokat is erre figyelmeztet. Talán ez a kockázat, hogy ezt mindenképpen érdemes felülvizsgálni és segíteni a munkavállalót abban, hogy egy közel azonos szintű védelmet tudjon biztosítani a munkakörnyezetére. A home office lehetőségét a kormány ugyanakkor az államigazgatásban nem támogatja, az állami intézményeknél télen kötelezően maximum a 18 fok lehet az irodákban.